egy éve fontos pert nyertünk Strasbourgban az egyház törvényügyében. Az ítélet szerint a magyar állam megsértette azoknak az egyházaknak az egyesülési és vallásszabadságát, amelyeket önkényesen megfosztott jogállásuktól. Most a kormány szinte teljesen átírná az egyház törvényt, de a módosítás továbbra sem biztosítja az egyenlő lelkiismereti szabadságot, az állam és az egyház elválasztását és az állam semlegességét. Ha a kormány tervezetét ebben a formában fogadja el a parlament, akkor a TASZ újra az Emberi Jogi Bírósághoz fog fordulni, ahol minden bizonnyal ismét kártérítésre kötelezik majd hazánkat. A kormány már eddig is milliárdos nagyságrendű kárt okozott az egyház törvénnyel. Ezért a TASZ azt javasolja, hogy ebben a formában ne terjessze a módosítást a parlament elé. Részletes álláspontunkat megtaláljátok a honlapunkon.